Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics! Mai adásunkban ismét egy nagyon szórakoztató és humoros történetet szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Onee-chan ga Kita. Az Onee-chan ga Kita műfel tekintve a komédiák, illetve a kaland és vígjátékok közé tartozik. Maga a történetünk legelőször mangaként jelent meg, méghozzá Riko Anzai révén, aki 2011, illetve 2020 között publikálta a 14 kötetet, amely későbbiekben bővült az animációs sorozattal, avagy animével. Az animének a készítői persze nem mások voltak, mint az eredeti szerző Riko Anzai, valamint a rendező Yoshihide Yuzumi. És kettőjük munkának is köszönhetően végül 2014. januárja, illetve márciusa között megjelent a 12 részszámláló sorozat, valamint az 1 plusz ovát felvonultató történetünk, amely nagyszerűen áthozta a manga szellemiségét, illetve humorérzékét. No de miről is szólna a történetünk? Történetünk főszereplője nem más, hanem mint Mizuhara Tomoya, avagy becenevén Tomo. Tomo egy frissen alsó középiskolássá vált fiú, aki ugyanakkor édesapja új házasság kötése révén nem csak egy új iskolához, hanem mindamellett egy új családhoz is jut. Természetesen egy édesanyját is kap maga mellé, ám ugyanakkor történetünk főszála az új testvér lenne. Nevezetesen Mizuhara Ichika, aki ráadásul az új nővére lenne főhősünknek. Ichika ránézése egy eléggé furcsa külsejű, mégis igazi szépségidának mondható leányzó, aki ugyanakkor kora ellenére megszállottságig rajong az öcséért. Hiszen gyakorlatilag gyermekkori vágya volt, hogy egy öcsre, avagy egy új testvérre tegyen szert. Ugyanakkor későbbiekben meg is tudhatjuk, hogy milyen régóta ismerik egymást a fiatalok, és hogy valójában nem a véletlen műve a találkozás. Ugyanakkor Tomoyának eléggé szellemes és furcsa kalandokat fog okozni, hiszen gyakorlatilag Ichika lépten nyomon az új öccse sarkában jár, gyakran elviszi neki az iskolába az otthon hagyott ebédet, ugyanakkor ez rengeteg veszekedést is szül, amelyen a fiatalok persze számtalan ízben túlteszik magukat. Ám a furcsaságok ellenére jó néhány baráthoz is jut, többek között a szomszéddal Mitsuruval is szoros barátságot köt, majd az iskola elit tanulójával, a lányok által is hatalmas népszerűségnek örvendő Hayasaka Kokival, aki ugyanakkor viszont Ichika számára nem ismeretlen, lévén, hogy Ichika legjobb barátnője, Ruri, ennek a fiúnak lenne a nővérkéje. Mindemellett viszont ott lenne Marina is, a dúskerbű szépség, aki ugyanakkor szintúgy vonzza a különc alakokat. Mégis gyakorlatilag Tomoya életében a legnagyobb galibákat egy másik lány is fogja okozni, nevezetesen Fujisaki Mina, aki gyakorlatilag az alsó középiskola szépség idájának mondható, és ugyanakkor viszont gyakran előszeretettel élvezi, avagy gyakorlatilag visszaél a helyzetével. Ám ugyanakkor Ichikáik gyakori feltűnése gyakran romba dönti az ő kis hárem világát, hiszen a kedves álcája gyakran egy eléggé agresszív személyiséget rejt magában, akit néha a felszíne szokott törni. Ám ugyanakkor Mina végig ezt az oldalt próbálja elrejteni mindenki elől, ám Tomoya lesz az első, aki számára is feltűnik, mint olyan fiú, aki elviseli ezt az oldalát. Ennek is köszönhetően persze Mina hozzá is fog csapódni a baráti körhöz, és természetesen Tomoyával egyfajta kisebb kapcsolatot is fog ápolni, ám elsősorban Mina célja nem más lenne, mint Tomoya legjobb barátjainak egyike, nevezetesen Koki, aki ugyanakkor viszont egy igazi nővérkomplexusos egyed, hiszen gyakorlatilag nővére irányába, Ruri irányába megszállott érzelmeket táplál. Ám ugyanakkor Tomoya révén nem egyszer vicces és furcsa pillanatoknak lehetünk szemtanúi, ugyanakkor viszont Tomoya nem csak hogy egy ilyen szeleburdi nővérrel bővül, ám későbbiekben más érzelmek is felszínre fognak törni a fiunkban, aki gyakorlatilag nem csak a családtagjaként, hanem az egyik legjobban szeretett személyként fogja kezelni Ichikát. Ám bár minden egyes sorozatnak vannak erényei, ugyanakkor vannak hátulütő is. Jó magam elsősorban az ábrázolság terén, illetve a rajz terén éreztem hiányosságokat, mégis ezeket a történet rövidsége, illetve nyombast célra törősége is egyben pótolta. Ugyanakkor a zenei ábrázolás kimondottan jónak számít és kellemes hangzásvilágot adott elsősorban, amiek révén természetesen jobban tudtuk élvezni az egyes jelenetek feszültségét, avagy érzelmi vonalait. Úgyhogy ha nekem értékelnem kéne ezt a történetet, akkor maga a sorozat egy 10-es skálán 8 pontot kapna tőlem, míg maga a sztori, illetve az alapkoncepció a 10-es skálán megkapná tőlem az erősnek számító 9-est. Úgyhogy mindenkinek szeretném előszeretettel is ajánlani az Onee-chan ga Kitát. Jó szórakozást kívánok hozzá!